Szevasztok gyerekek! Ez itt az igazi Dobment TV adása, és azon belül Dopi Papa, az éhező szakács. 24 órán nem ettem, úgyhogy ideje, hogy készítsek valakit. Akik követnek engem bármelyik platformon, Facebook, Instagram, YouTube, tudjátok, hol kell azt tenni, figyelitek, hogy milyen kajákat csinálok, Michelin csillag. Sokan kéritek a recepteket, meg hogy hogy néz ki az egész, úgyhogy gondoltam, kedveskedek nektek azzal, hogy elindítok egy főző sorozatot, lehet lesz belőle könyv, reméljük sok szponzor. A mai kaja egy igazi magyaros proteinforrás, tofu. Tofu valamiféle kínai mázba, meglátjátok milyen lesz, udon tésztával, sok zöldséggel, nagyon egészséges, nagyon finom tápláló, rajság, fainság, királyság. Meglátjátok, hogy kell megcsinálni, próbáljátok meg majd otthon ti is. Gyerekek! Tofut nem lehet csinálni tofu nélkül. Ez friss tofu, friss, kemény tofu. A kínaiaktól, ha vásároltok kínai közébe, úgy kell kérni, hogy firm tofu. Vigyázzatok, ne, hogy puha tofut vegyetek, mert az szétesik. De ami a lényeg, hogy hiába kemény a tofu, csingling, a kínai közértes, cing-tung-tang, tehát az a lényeg, látjátok, vízbe van, mert friss. Tehát most nagyon ügyetlenül megpróbálom kivenni, és majd mutatom, hogy mit kell ő vele csinálni. Ez egyébként egy ilyen 300 g tofu, de mi most 150-et használunk el belőle, mert eszik Etelkám, a Schnittmann, aki csinálja itt a videót, Schnittmann barátom, ő forgatta a Szivárványvilágot is, elmondom nektek, nagyon nagy videoklip forgató, rendeljetek tőle videókat, reklámfilmeket, a legjobb. Tehát az a lényeg, hogy ezt még egy picit alkalmassá kell tenni arra, hogy működjön majd a sütőbe. Azt úgy csinálom, hogy veszek ilyen papír tekercset. Ez segtörlésre is jó, elfogy a WC papír, de tofunak nagyon működik az egész. Úgyhogy ilyenkor kicsit összehajtom, finoman. Nagyon finoman bánok, mert a kínai konyha az művészet. Tehát az a top. Anno, mikor a Gangstazó és a Kártellal kim voltunk New Yorkba, akkor minket elvittek New York legjobb éttermébe. Az ember azt hitte, hogy valami francia étterembe viszik, hát nem. Egy kínai-koreai fúziós étterem volt. Na most úgy kell a tofut alkalmassá tenni majd a szeletelésre, hogy fogom ma, és egy ilyen kis várat építek. Ez sajnos egy 4-5 erdő kivágásába kerül egy vacsoránál, de hát ez van, gyerekek, és akkor ugye ezt is ráteszem, és valami nehezéket találok. Tehát ezt kell csinálnom vele, hogy legyen egy ilyen súly. És akkor így odém is teszem, és magára hagyom, és elkezdem az előkészítést. A legfontosabb eszköz, a bárd. Velszi bárdok is voltak, de ők nem azok, ez egy jó kis bárd. És hát kínai szakács mindent ezzel csinál, bárda. Ha megnéztek egy rendes kínai szakácsot, ott 50-60 bárd van a pali mögött. Elkészítjük addig az lényeges alkotóelemek előkészítését. Tehát fokhagyma. Fokhagymából, ami a csövön kifér. Kínaiak nem raknak ennyit bele, 2-3-mal beérik, de én többet csinálok. Az a lényeg, hogy szépen összelapítgatom, megdolgozom őtet. Mert mindennek a sok fokhagyma az alapja, és én egy ilyen fokhagyma masszas szerűséget csinálok. Általában, ha ilyen vokos cuccokat csináltok, akkor az mostam kezet nópara. Ne lepődjön meg senki egyébként, hogyha néha beleeszek. Tehát Schnittmann ez nem érdekli, mert ő már be van oltva Sputnikkal. Eta meg majd pont beérkezik a kajára, és akkor ő neki meg már mindegy lesz. Most akkor aprítunk gyömbért, reméljük az ujja megmarad. Na most Minki Tetelkámmal szeretjük a csípőzt, csípőzt, cilket, csípőzt a fut, tehát én majd csilit is fogok használni. Gyömbér egyébként nagyon egészséges, így vírus idején. Egyet be is kapok nektek, nagy megsértődjetek.
ami a földön végzi, elfogyasztom. Hát nem mondhatom, hogy ezt a szakmát nem ma kezdtem, erről többet nem beszélek, mert igazából ezt a szakmát, hát majdhogy nem, most kezdtem. És mivel szeretjük a csípős, mutatok nektek egy, ezt szintén a kínai közértbe vettem, most már mindenhol van kínai közért, koreai közért, a legcsodálatosabb dolgokat lehet megvásárolni. Olasz kajába is isten vagyok, de ezt is nagyon vágom. Chili. Na most ővele is hasonlóképpen bánunk el. Tehát ez annyira nekünk nem hasznos. A makmarcit levágjuk a tetejéről. Ezután szembe azért ne nyúljatok. Na most ugyanezt itt is eljátszom, és azért, mert így az olajok kijönnek. Na most, hogyha nem szereted annyira a csípőst, ezt ki lehet hagyni. Mert ettől tényleg odabasz. Bocsánat, hogy csúnyán beszélek, de én gangster rapper vagyok, nem rózsalovag. És akkor ez így, tehát ez az alja. Megnézzük, mennyire elős ez a csíp. Lemerem szopni az ujjam. Nézzük, mit csinál. Mire vagyok képes a sóért a kurva élebe. Remélem hoz az asszony sört. Nagyon kemény. De annyira nem vészes. És gyerekek, ha egy ilyet főztök egy nőnek, akkor rájöttök, hogy az asszony az ringatag. Ügyesen hullik mindenhol minden, ahogy kell. Összerázom. Mindennek a mix az alja. És amit még érdemes vele csinálni, ez már saját fejlesztés, én mindig egy picit megsózom. Így. És hogyha már lúd legyen kövér, a bors, a borsörmester, és ezt hagyom összeállni. Nem feledkezünk el a pálcikáról. Ezzel kicsit összedolgozom. Érdemes lenne ezt angol nyelvre is feliratozni, mert nagyon ráj az egész. Tehát ilyen szakács jóképű, sármos, és hogy tud döfködni, látjátok? Na, amikor így berakom, ez a dopmenes ritmus. Jaj, néha vannak kárvalótjai, de legalább azt megálltam. Ő szokott jól lakni a szakács, mire végez. Oké, ez az alja. Na most hagymából sose elég. Úgyhogy ez lehet vörös hagyma, lila hagyma, fehér hagyma, tök mindegy. Ez a sírós rész. Síró pigy. Na, merem? Micsoda gyümölcs. Egészen csókolózós lesz a hangulat a végére. Nagyon szeretem a hagymát, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Egy kis új hagyma. Ezt berakjuk egy ilyen nagyobb tálkába. Ami a lényeg, mi kínaiak, mindent felhasználunk. Én vagyok az a szakács, aki egyfolytában rág. Jó. És van itt nekünk még koriander. Ez friss koriander. Gyönyörű dolog. Szárában van egyébként a legtöbb ízvilág. Kis autóstálba. Az új hagymának a zöldjével mehet be. Tulajdonképpen az alapokat elő is készítettük. Na gyerekek! Most már
eléggé kilapult a tofu, itt az ideje kezelésbe venni. Ő lesz a... Nézzétek! Ennyi víz kijön még belőle. Nagyon kemény. Na most ezt lehet ám még tovább is csinálni, de most már ez kezd azért olyan szárazabb lenni, mert sütni fogjuk. És ha nedves, szétmálik, szétesik. Ide nézzetek! Ide nézzetek, mekkora víz. Teljesen megizzadt a tofu. De ez nagyon jó. Ez friss tofu. Ez kifejezetten ázsiai helyeken lehet kapni. De megteszi az is, ami bármelyik multinál van, vagy közértben. Meg hoznak a csíkszeműek is olyat, ami be van csomagolva, az is tökéletes. Mindig mondani kell, hogy kemény tofu kell. Na, fogom magam, gyártok kis csíkokat, kockákra vágom. Ki gondolná, hogy a Dorfman ilyeneket csinálni. És sokan azt hiszik, hogy a tofu nem jó, de a kislányom, aki nagyon kényes a kajákra, imádta legutoljára. Ebből gyártok még kis kockákat. Lehet nagyobbat, kisebbet, attól függ ízlések és pofonok. Sok mindent pótolhatsz vele, amit egy érző lény életének a elvétele nélkül is megszerezhetsz. Ne aggódjatok, fogok majd húst is csinálni. Ja, és lesz egy olasz kajás lejátszási listánk is, és aztán elkezdek magyarokat is sütni, főzni, csak tényleg annyi Michelin szintű fogás van, hogy sírsz. Ezt a tofut egyébként úgy kezeljük, mint a húst. Klasszikus, kínai módon fogjuk marinálni. Mutatom, mi a teendő. A klasszik kínai marinálás, pácolás, más szóval, az három dologból áll. Bármit így pácolsz, hús, tofu, bármi, kínaiak, ez az alap. Világos szójaszósz, nem mutatom a márkát, mert még nem szponzorál minket. Szezámolaj és cukor. Oké? Ez a klasszik. Cukor mindenben van, mert fölfedezték azt a dolgot, hogy ahogy csinálják a sütést, akkor karamellizálódik a cukor, és az marha jót tesz minden sült dolognak. Szóval fogom ma, veszek egy evőkanál világos szójaszószt. Na most nem mindegy, milyen szójaszószal játszol ilyesmit, mert tehát azért ezekből érdemes minőségi dolgokat beszerezni. Akkor szezámolaj, ebből nem kell olyan sok. Gusta mi? Cukorral is meghintjük. Nem kell félni, hogy édes lesz. Nem lesz az, ha nem akarom. Tehát mindig az van, amit én akarok. Oké. Ezt félre rakjuk egy kicsit. Lesz köret is, mivel nő is van a háznál, zöldség, majd mindjárt mondom, hogy mi, és udon tészta. Most az udon tészta az az ázsiai szakács művészetnek a csúcsa. Tehát lehet rizs tésztát tenni, üvegtésztát, mindenféle cuccot. A leges, legfinomabb dolog az udon tészta. Ez tojásból és vízből áll. Brutális. Tehát ő lesz majd köret, és a házasszonyának nagy kedvence, amit úgy hívnak, ez egy ázsiai növény, most vettem a közébe, bok choy, az a neve, nagyon finom. Majd azt is megmutatom, hogy a zöldségeket hogy készítjük elő ahhoz, hogy megfelelő módon szuperáljanak a kajába. Na, nem kell mind, ennyi nagyjából elég lesz. Amely erőszakosan még brokkolit is akar belerakni.
Na most például rajta látszik, hogy ő már ilyen szeletelésre termett. És ilyen ASMR hangokat ad ki magából. Csináljunk egy jó ASMR-t? ASMR, bokcsaj. Már így is jó. Bokcsaj, király. Különben olyan brokkolis pasztát tudok csinálni, gyerekek. Levágjuk a zöldjét. Nagyon érdekes ízű növény, vagy zöldség, vagy milyen. Bokcsolyra lehet csinálni külön fogást. Ez még rendesen jó lenne tormával. Haszunk beleért is. Na tehát, a következő, ami a tofuval kapcsolatban nagyon fontos. Ha bementek kínai büfébe, meg minden, látjátok, hogy csak úgy bele van rakva a kajába. Finom, mint az állat, meg minden. Tele van ízesítővel, meg ízfokozóval, de ahhoz, hogy az igazi, autentikus, ázsiai tofu készítési módot csináljátok meg, ahhoz a következőket kell megcsinálni. Tehát először is marinálom. Tehát már alapvetően adok neki egy ízt. És akkor a következő, amit tennem kell, hogy van egy olyan dolog, amit úgy hívnak, hogy keményítő. Na most, ha tudnám, hogy hol van itt kis zacskó, akkor megmutatnám, hogy hogy lehet nagyon jól keményítőzni a dolgokat. De mivel most nem tudom, ezért úgy is csináltam, hogy nézzétek, így fogom a... és telerakom ezt keményítővel. Nem teljesen, persze nem használom el az egész zsákot, csak ide rakom. És utána fogom a kis tofukat, és mint egy rántott húst, nézzétek, beforgatom. Ez nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy igazi ázsiai tofutok legyen. Amit tudni kell még, hogy az ázsiaiak egyébként nem minden esetben használnak a rántáshoz lisztet. Ők keményítőbe, más szóval cornstarchba szoktak rántani. Na, és akkor ezt mindegyikkel megteszem. Ez egyébként nagyon jó minőségű tofu. Minden egyes mozgásnál tud még keményítőt szedni magára. Az a jó. És bármennyit szed is magára, semmi nem elég. Tehát ettől lesz ropogós, szinte bundás. Majd meglátjátok. Megcsináltuk a tofunak a bundázását tulajdonképpen keményítővel, és akkor ezt most kisütjük, ez egy nagyon fontos szakasz. Kókuszolajba sütjük ki a játékot. Hát itt ennek a konyhának az a hátránya, hogy nem nyílt lángon megy, hanem ilyen elektromos játékos. Megvárjuk, míg beleolvad. Ennyi elég is lesz. Egyébként ezt elvileg úgy kéne csinálni, hogy telengedjük a olajjal a wokot, vagy a fazekat, és akkor kisütjük benne, mint a sült krumplit. De így egyszerűbben menedzselhető a sztori. Oké, gyerekek, tofu kisütve. Na most megsózzuk még itt is. Nem árt neki a showman. Csak hogy szent legyen a béke. És bors. Borstól nem félni. Lehet rakni bele szecsuáni borst, sót, de megteszi a sima tarka borst. Jó. Tehát a nehezén túl vagyunk, gyerekek. Egyik kedvenc olasz sörmárkám.
Leittam az ujjingem, remélem nem. Jaj, de jó volt. Nem vagyok alkoholista, csak szeretem a sört. Meg ha az ember főz, oda sör kell. Vagy bor, vagy rum. Vagy kokain, de akkor crack lesz belőle. Tehát minimum 4 kanál light szója. Szezámolaj. Ez rizsecet. Itt az a fontos a szószoknál, hogy keverjük a savanyút, a csípőst, az édeset, és abból hozunk ki valami fantasztikusat. Shaoxing cooking wine. Abból is teszünk egy kanállal. Egy ilyen teriyaki-szerű dologra gondoltam, úgyhogy van még itt egy kis jó minőségű teriyaki szószunk. Ezzel megkínálom a játékot. Hát ez már belemehet mind. Gyönyörű a színe már most. Romantikus barnába játszik. Ott elkezdtünk vízzel forni. Chili paste. Ez egy chili pasta. Elkezdett forni. Jó. Elközben ízlelgetem, hogy... bazd meg, ez komoly. Ez hagyma és gyömbér. Szórtam egy kis sót bele, mint amikor mondjuk tésztát főzünk. Ugyanebben a vízbe fogom kifőzni a tésztát is. Mit mond a Breitling? Másfél millióért. Ott nagyon sziszi-fuszi az előkészítés. Tehát ott onnantól megy gyorsan, ha már minden le van rakva. Én meg most miattatok nem készültem elő, hogy lássátok, hogy kell. Szerintem lassan kiszedem a zöldséget. Na, akkor most jön az udon tészta. Különben már ettől magától megélne az egész kaja, ha ezt csak kifőztem volna, az egy tök finom kaja lett. Ilyen feleslegesen dolgoztam. Mit mond a Breitling? Másfél millió? Gyerekek, ebbe az órába az a jó, hogy ez másfél millió volt 10 évvel ezelőtt is, és most is ennyi. De most már ideje vennem egy Rolexet 4-ért. Hülyéskedek. Ne idegeskedjetek. Most egyetlen bajom van ezekben a vészterhes időkben, hogy nem ülhetek az első osztályon a repülőmben. Szeretnék pedig menni ide-oda. Nagyon kell vigyázni, nem szabad túlfőzni. Az nagyon fontos. Kell is egy szűrő. Gyerekek, ami most jön, arra inni kell. Ez a varázslat. Ezt hívják úgy, hogy Asian Steel Fried. Ennek a legnagyobb mesterével álltok szembe. Magyarországon. Az,
Tehát egy tintünk sehol nincsenek hozzám. Egészségetekre. Diplom. Derék itt. Mivel van ezt csinálni? Kurva jó. Begyújtjuk a izét, a wokot, kitöröltem belőle az olajat. Adunk rá hőmérsékletet, nem szarozunk. Na most ehhez wokolajat használunk. Csak mondom. Nem kell sok. Ez sok volt. Természetesen normális embernek a wokja vasból van. Nem ilyen alumíniumokkal lefedett szar, hanem normális vasvok, mint egy igazi kínainak. Én nagyon szeretem Kínát, és be is iratkozok a Wuhan Egyetemre, vagy Fudan, vagy mi az. Aki épeszű szülő, az a gyerekét kínaiul megtanítja. Bekapcsolom direkt, hogy szar legyen a hang. De ami most történik, amit most látok, azért megéri. Lecsekkolom, hogy mennyire meleg a vokó. Hát, eléggé. Úgyhogy adok neki ilyet. Jaj, és ma jön föl a chili az arcomba, az nagyon jó lesz. Bemegy. Baby, tele van gyömbérrel, chilivel, fokhagymával az alja. Oké, nem szórakozom sokáig, jöhet a következő menet. Figyelitek, hogy füstöl. Ennek füstölni kell, nem kell az ilyentől megijedni. Ha tűzön dolgoznék, akkor ráznám is. Szuper. Ó, barátaim, ne tudjátok meg, mi készül. Jó? Hami? És most? Most van, ami még nem volt. Bele a szósz. Ú, de jó. Pici vízzel. Oda nézzetek, mi történik most. És most oda néz, hogy rotyog. Ott a cukor rotyog benne, az alkohol. A főzőbor, a Sichuan cooking wine. És kicsit engedjük dolgozni. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, nézzétek, hogy rotyog. Na most adok neki tofut. Ez az. Beterítem a tofucskákat. Ide néz. Most már kezd szottyosodni a szósz. Az összes tofumat belengte ez a izé. És most azt akarom, hogy az udon tésztám az szintén egye föl ezt a finom, fantasztikus szósz. Látjátok? Ide nézzetek. Oda néz. Oda néz. Láttál már ennél szebbet? Ilyet csak a pandánál kapsz. Kell egy kis lé. Jönnek a zöldségek. Bokcsoly és brokkoli. A babám kedvéért. A babámnak a kedvéért. Na most itt az a trükk, hogy a zöldségeket túlzottan nem kell szétsütni, de itt adunk a szájának.
Ó, ez egy csoda, amit készül. És most figyeljetek, ezt az illatot nem érzitek, de Schnittmann és Etelka érezni fogják. Oda rakom a koriandert a wok falára. Már jön. A koriander nagyon fontos alkotó elem. Nem tudom, készen álltok-e az evésre. Koriander rá. Adunk neki szezámot is. Bajunk abból nem lehet. És kész. Ennyi volt benne a lényegi meló. Tehát ennyit szarakodtam azért, hogy ez meglegyen. Mit mondott a Breitling? 3 perc. Na ide nézzetek. Vájúhoz. Ide nézzetek, gyerekek. Gyönyörű? Hölgyeim és uraim, elkészült. Michelin csillag garantált, a fogás 5000 forint plusz áfa. Nem lassan készült el, a Breitling szerint 1,5 millióért 4 órája csináljuk, de ez a felvételnek köszönhető, igazából ez egy fél órás téma. Kínai alapokon nyugvó, de saját fejlesztésű szecsuáni mázos tofu. Jó étvágyat! Ez nagyon dzsuka. A műsort a Schnittmann Pictures készítette.